bevételi és kiadási oldal az idei esztendőben költségvetés kapcsán több mint 12,5 milliárd forint, ami 1 milliárd forinttal több, mint az első évben volt. A képviselőtestület informális ülésén Budai Lóránt ismertette Jászberény 2024-es költségvetés tervezetének legfontosabb számait február 2-án csütörtök délután. Elhangzott, hogy a 12,5 milliárd forintos főösszeg 1 milliárd forinttal magasabb, mint egy éve. Hozzáfűzte, örvendetes Jászberény bevételeinek növekedése, ugyanakkor látni kell, hogy legalább ilyen arányban emelkednek majd a kiadások is. Már megfontoltam, hogy láttam tudjuk alkozni az idei költségvetés, az idei évet, és nagyon bízom benne, hogy az idei végén nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy eredményes éven vagyunk túl, akkor is, hogyha jó néhány kanyar lesz ebben az esztendőben, nem csak gazdasági téren. Ez alkalommal is kiemelte, hogy a tervezés prioritásai voltak a városüzemeltetés finanszírozása, a munkavállalók anyagi biztonságának megőrzése, a már megkezdett fejlesztések folytatása és újak indítása, valamint a civil, sport és lakossági szociális támogatások mértékének emelése. Fontos tudni, hogy 1,5 milliárd forintot meghaladja a nyertes pályázatok összege, amelyeket szeretnénk idén folytatni, illetve befejezni. További 800 millió forint a bevallott anyag elmegvédelt pályázataimnak az összege, és mindezek két területnek az önkormányzati forrás igénye, tehát a saját foglalása meghaladja az 500 millió forintot. A beruházások között említette az ipartelep út csapadékvízzel vezető csatorna fejlesztését, kerékpárút épül a Hatvani úttól a hűtőgépgyári elkerülő útig, megkezdődik a tiszti klub felújítása. Tervezik a közvilágítás fejlesztését, a nem ledes lámpatesteket ledesre cserélik idén. Humán területen pedig közösségfejlesztő programokat valósítanak meg a Neszűrben, illetve egy nemzetközi projekt részeként a helyi kultúra és gazdaság fejlesztését támogatják. Idén folytatódik a Szentfelett Szociális Intézmények is a Család és Gyermekjóléti Központ fejlesztése, és nyíltan vállaltuk, hogy idén felújítjuk a teljes fahidat és a kőhíd járó napjait, hiszen az elmúlt időszakban erre is nagyon nagy igény jelentkezett. A polgármesteri tájékoztatóból kiderült, hogy 2023-ról 2,2 milliárd forint többségében feladattal terhelt maradványösszeget hoztak át 2024-re. A pénzügyi stabilitáshoz nagyban hozzájárul, hogy mintegy 4,5 milliárd forint helyi adót fizetett be a lakosság és a vállalkozások 2023-ban, ugyanakkor 200 millió forinttal emelkedik az államnak kifizetett szolidaritási adó, ami 1,3 milliárd forint kiadást jelent idén. Egy olyan év elé nézünk, amely kiszámítható, alapvetően kiszámítható és egy teljesíthető év lesz költségvetési és gazdálkodási szempontból. Előnyének tartom azt, hogy mind a város üzemeltetését biztonságosan tudja kezelni, azokat a fejlesztési feladatokat, amelyeket meg kell valósítanunk, ahhoz a megfelelő forrásokat tudja biztosítani, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a költségvetés jelentős mértékben növeli az önkormányzat intézményeiben dolgozóknak a jövedelmi helyzetét. A tervezett kidolgozásakor nem hagyták figyelmen kívül a családokra nehezedő inflációs nyomást sem, tette hozzá az alpolgármester. Elmondta, a fejlesztések területén kiemelt figyelmet fordítottak az intézmények fejlesztésére is, miközben a tartalékképzés fontosságáról sem feledkeztek meg. Minden évben azért nyilván próbálunk olyan költségvetést összeállítani, amely azért a nem várt eseményeket is megpróbálja előzetesen kezelni, tehát lehetőséget biztosítani azoknak a kezelésére. Az általános tartalék összege 2024-ben 100 millió forint lesz a tervezet szerint. A tavalyról áthozott 2,2 milliárd forint maradványösszeg pedig több forrásból tevődik össze. Egyrészt azok az elindított fejlesztések, pályázatoknak a pénzei, amelyeket nem használtunk fel az elmúlt évben, vagy most fognak elindulni, ezeket is tartalmazzák. Tartalmazzák azokat az összegeket is, amely önkormányzati döntés alapján, tehát saját beruházásban fognak megvalósulni, ez mintegy 380 millió forint, tehát ez összességében sem kevés. És ehhez jön a helyi adó 2023-as tervezetnél nagyobb mértékű befizetése is. Ez az adótöblet is
egy olyan alapot teremt ennek a költségvetésnek az elkészítéséhez, amely egy biztonságot nyújt. Ráadásul a tervezet szerint a költségvetésben idénre még a tavainál is magasabb bevétellel számolhattak, mutatott rá Balogh Béla alpolgármester. A költségvetésről további egyeztetések következnek még a helyi vállalkozások vezetőivel. A képviselőtestület két hét múlva, február 14-én szavaz a rendelet tervezetről.